A Megyeháza Diszterm adott otthont a megyei csapatbajnokság zárófordulójában két mérkőzésnek. A tét az aranyéren volt, mivel a kezdés előtt még a Nyíregyházi Sportcentrum második csapatának és a Piramon SE első együttesének is volt esélye a végső sikerre. A Piramon 1-10-0-ás győzelmet aratott, míg a Piramon 2 nagy harcra késztette a Sportcentrumot, amit jelez, hogy az első 4 órában alig dőlt el mérkőzés. A nyíregyháziak végül 8-2-re nyertek és megszerezték az aranyérmet a Piramon és a Kisvárda előtt. A megyében két olyan csapat van, amelyik NB2-es csapatnak a második vonala, a Tiszavasvárinak a második vonala és a Nyíregyházi Sakkiskolának, most már a Nyíregyházi Sportcentrumnak a második vonala is játszik a megyei csapatbajnokság első osztályában. Sok olyan játékos van, akinek nagy múltja van NB2-ben, NB1-ben is játszott, például mondjuk a Nyíregyházi Sportcentrumnak, régi nevén Nyíregyházi Sakkiskolának több játékosa egyúttal játszik az NB2-ben is, főleg az IFIK, de a magamfajta 50 körüli is. Elég nagy és pesgő a megyei sakkélet, a megyei elsőosztályú csapatbajnokság, tehát 10 csapat 10 táblán, ilyenre nem nagyon szokott sor kerülni más megyékben. Vannak olyan megyék, ahol nem is nemzetközi értékszámszerző a megyei csapatbajnokság, hanem szabadidős jellegű, és általában kevesebb csapat van a megyék csapatbajnokságaiban. Gunyed Zoltán elmondta, hogy a megyei bajnokság egyfajta ugródeszkát jelent a fiatal sakkozók számára. Akik már a megyei csapatbajnokságban játszanak, azok már elérkeztek valamilyen szintre. Tehát ők rájuk felfigyeltek az óvodákban, iskolákban, diákversenyeken, diákolimpiákon versenyeztették őket, és a legkiválóbbak kerülnek be a csapatokba. Mint láthattuk a díszteremben, a 4 csapat, amelyik mérkőzik egymással, a 4 csapatnak körülbelül a fele ifjúságiakból áll, különösen a Piramon 2-re igaz ez, illetve a Nyíregyházi Sportcentrum második csapatára is. Nagyon sok tehetséges fiatal van, akik évről évre rúgják ki magukat, évről évre több százal növelhetik az értékszámokat, és bizony a felnőttek elé is kerülhetnek az erős sorrendíveken. A jövő hét végén az NB2-ben is befejeződik a csapatbajnokság, azt követően egyéni versenyeken ülhetnek a táblához a sakkozók. Ezek közül a legrangosabb az augusztus végi hagyományos nyírségi torna.